Intézményvezetők, hivatalvezetők, az oktatás és egészségügy területén dolgozók, illetve a gazdasági élet szereplői is helyet kaptak az április 21-én a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság szervezésében Kiskunmajsán megrendezett Police Café elnevezésű rendezvényen. A fórum fő célja a rendőrség és a lakosság közötti kommunikáció elősegítése volt. Ez egyfajta módszer, a World Café módszert akarja, és a World Café módszer azt rejti, hogy az adott témában jártas embereket kérdezünk meg egy bizonyos témával kapcsolatban, és egy kicsit eltérő módon időt hagyva nekik arra, hogy beszélgessenek, érdemi vita alakulhasson ki, ennyiben más talán, mint egy megszokott konferencia. Nem új keletű ez a dolog. Mik a visszajelzések ezzel a kapcsolatban? Nem új dologról van szó, ezt már több mint 20 éve alkalmazzák a világban. Magyarországon először 2 évvel ezelőtt jelent meg Pécsen, Baranyi megyeszékhelyén próbálták ki először a pécsi rendőrkapitányság munkatársai. Nagy sikerre, és úgy gondoltam, hogy ezt követően itt Kiskunhalasi kapitányság területén mindhárom járásban tartunk egy ilyen szakértői World Café fórumot. Kíváncsi vagyok, hogy milyen eredménnyel zárul itt Kiskunmajsán. Kik a meghívottak? Alapvetően az információfókuszban lévő szakértőket hívtunk meg, olyan vezetőket, intézményvezetőket, akik bizonyos módon hivataloknál fogva hivatottak arra, hogy a közbiztonságért, a bűnmegelőzésért tegyenek és véleményt formáljanak. Hogyan zajlik ez az esemény? Mai nap arról szól, hogy a munkatársaimmal átbeszéltük azt, hogy melyek azok a problémák, amelyek a kiskunmajsán élők emberek életét leginkább befolyásolják közbiztonság terén. És az egyes osztatárságoknak feldobunk 3 különböző témát, és megkérdezzük erről a véleményüket, hogyan ítélik a munkánkat, mi az, amit esetleg még tudnánk elvítani, vagy mi az, amiben egy kicsit finom hangolásra volna szükség. Említette, hogy valamennyire feltérképezték, hogy mik azok a témák, amik foglalkoztatják a helyeket. Tudná említeni, hogy mi az, ami itt kiemelt a térségben? Igen, alapvetően a vagyonbiztonság az, amit firtatunk, illetve a másik vagyonbiztonság, közbiztonság kérdéskörei, illetve ami másik fontos, számunkra fontos, az a közlekedésbiztonság, itt a sárművezetés kérdésköre, amire szeretnénk visszajelzéseket kapni az itt élőktől, hogy mi az, amit esetleg nem teszünk jól, vagy nem elég jól teszünk, vagy jó teszünk, de további szférákra kellene kicsit jobban figyelnünk. A közel 4 órásra sikerült beszélgetés dr. Molnár Katalin, főiskolai docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kommunikációs szakemberének közreműködésével zajlott. 3 témát hoztunk a résztvevők részére, a közlekedésbiztonság, a közbiztonság, illetve a droghelyzettel kapcsolatban kérdeztük meg őket, mik a véleményük, szakemberekről van szó, szakemberek véleményére voltunk kíváncsiak, hogy ők hogyan látják Kiskunmajs a helyzetét e 3 téma vonatkozásában. Nagyon értékes információkat kaptunk, és fogjuk tudni hasznosítani a rendőri munka során. Intézményvezetőket, gyermekvédelmi felelősöket hívtunk meg, akikkel egyébként is együtt dolgozunk a munkánk során, mégis ez egy olyan jellegű beszélgetés volt, ahol a korábbi hivatalos formátumtól eltérően kötetlenebből tudtunk beszélgetni, és sokkal jobban segített az információ áramlást. Várakozásokhoz képest hogyan ítélnek, milyenre sikerült ez a mai rendezvény? Hát kapitány úr után bízom mondom azt, hogy nagyon jól sikerült, felszabadultan tudtunk egymással beszélgetni a jelenlévőkkel, új információkra tettünk szert, és bízunk abban, hogy ezt a Police Café rendezvényt a későbbiek során is meg tudjuk rendezni, és tudunk újabb információkat beszerezni, újabb témákban, újabb kérdésekben.